természet által adott elemek közül talán a víz az egyik legfontosabb. Ezért is nyilvánították március 22-ét a víz világnapjává. Kecskeméten és környékén a vízművek gondos előrelátásának köszönhetően hosszú távra megoldott az ivóvízellátás. Nem ilyen jó a helyzet a felszíni vizek esetében, mivel különösen a homokhátság vidékein évről évre csökken a tavak és vízfelületük mennyisége. Ennél is súlyosabb gond a természetes vizek minőségének megóvása a mérgező vegyszerektől és hulladékoktól. A természetet járók sokfelé találkozhatnak az illegálisan lerakott szemétkupacokkal, amelyek között akár egyetlen festékes vagy olajat tartalmazó doboz egy egész tó élővilágának részleges pusztulását okozhatja. A világnapon ezért minden lehetséges fórumon felhívják a figyelmet arra, hogy a víz életet adó és ne életet pusztító elem maradhasson. A szakembereken kívül kevesen tudják, hogy a legnagyobb testű ragadozó madarak közül a nálunk is élő parlagi és rétisasok nagy veszélybe kerültek az utóbbi években. Magyarországon a parlagi sasokból mindössze 70-80 pár költ évente, a rétisasokból pedig 100-150 pár. A szigorú védelem alatt álló madarakra a legnagyobb veszélyt az elmúlt évtizedben különösen megszaporodott mérgezések jelentik. Ennek következtében bizonyítottan 76 sas pusztult el az 1 millió forint természetvédelmi értékű madarak közül. A mérgezett, de még élve megtalált megmenthető madarak érdekében a nemzeti parkok, a Magyar Madártani Egyesület, az állatkórházak és a civil természetvédők széleskörű összefogást indítottak. Sajnos ennek ellenére az idén tavasszal is folytatódtak a mérgezések. Egy Tisza-alpár közelében mérgezett tetemet fogyasztó rétisast szerencsére sikerült megmenteni. Lakossági bejelentés alapján egyik természetvédelmi őrünk ment a helyszínre, és találta meg a sérült, legyengült rétisast. Természetvédelmi őrszolgálat kimegy a helyszínre, megnézi a körülményt, begyűjti a sérült vagy elhullott állatokat, hogyha mérgezésre utaló egyéb nyom van, akkor nyilván a csalétket is, vagy más elhullott állatoknak a maradványait is, értesítjük a rendőrséget, tehát van erre egy országos protokoll, hogy mit kell tenniük természetvédelmi őröknek, hogyha mérgezésre utaló jelet vagy annak gyanúját tapasztalják. A Kiskunsági Nemzeti Parknak van egy méreg- és tetemkereső kutyás egysége, illetve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek is, és mérgezés gyanús esetekben ezeket a kutyás egységeket is értesítjük. A rétisast az őrszolgálata Szegedi Vadasparkba szállította, ahol a gondos ápolás és táplálás hatására egy hét után felgyógyult és szabadon lehetett engedni. Egy rétisasról van szó, mely pénteken egy hete került be a vadasparba, a mérgezés tünetével, nagyon legyöngült állapotban, de szerencsére sikerült fölgyújtani és elengedő állapotba került. A Szegedi Vadaspark mentőközpontja több esetben is fogad mentett állatokat, nem egy esetben sasféléket is, rétisas például nem évente egy-két-három alkalom azért bekerül hozzánk. Van olyan sérés, amikor nem túl nyilván segíteni, de mérgezéses esetekben viszonylag jók az eredmények, és sikerül őket visszadni a természetnek. A felgyógyult rétisast a pusztaszeri tájvédelmi körzethez tartozó Sasér elnevezésű ártéri erdőrészen engedték szabadon, amely a rétisasok kedvelt vadászterülete. A sasmentés kapcsán a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának vezetője azt is elmondta, hogy a mérgezett tetemek szándékos kihelyezése és ezáltal a ritka 1 millió forint természetvédelmi értékű sasok elpusztítása bűncselekménynek számít, annak minden következményével.
A Duna-Tisza közén számos helyen található olyan útszakasz, amelyeket rendszeresen használnak a kétéltűek ősszel és tavasszal, amikor telelőhelyeikre, illetve onnan visszavándorolnak. A felmérések szerint ezekben az időszakokban sok ezer esik áldozatul a járműforgalomnak. A Kiskunsági Nemzeti Park ennek csökkentésére több helyen épített ki az elmúlt évtizedben az utak mentén terelőfalakat és az út alatti alagutakat, amelyek jól beváltak, de időnként ki kell ezeket tisztítani a föld és a törmelék lerakódásoktól. Az idén március elején a kétéltűek vonulásának kezdete előtt a természetvédelmi őrök a balástjai önkéntes tűzoltók segítségével többek között Ópusztaszer és Baks között 3,5 kilométeres útszakaszon tisztították ki a terelőfalak környékét és az alagutakat. Mai napon Ópusztaszer és a Baks közötti út mentén létesített béka átjárók, illetve béka alagutakat próbáljuk megtisztítani a ránőtt növényzettől, illetve a fölhalmozott földtől, mert ezek megakadályozzák azt, hogy a most a téli álmukból és vermelésből ébredő kétéltűek ne az úttestre menjenek föl. Ezért megpróbáljuk eltávolítani a növényzetet, illetve a földet, így biztosítjuk számukra azt az útvonalat, hogy itt a mellettünk lévő terelőfal mentén eljussanak azokhoz az átjárókhoz, amik átvezetik őket az út alatt, egy biztonságos útvonalon az úttest másik oldalára, ahol az évközben, illetve a tavaszi-nyári időszakokat töltik, párosodnak és szaporodnak. Ebben a munkálatban most a tájegységünk közszolgálati tagjai, illetve a tájegységben dolgozó közmunkások vesznek részt, illetve segítkeznek, valami nagy segítségünkre van a balástjai önkéntes tűzoltóságtól egy tűzoltóautó, amely segítségével azokat az átjárókat, illetve átkelőket, amik teljesen el vannak tömődve növényzettel, illetve földanyaggal, azokat tudjuk kimosatni, és így lehetővé tenni azt, hogy a békák biztonságosan tudjanak itt átkelni, és lehetőleg minél kevesebb gázolás történjen az úton. A természetvédelmi őrök munkáját évek óta segíti a katasztrófavédelem balástjai kutató és mentőcsoportja. Most jelen pillanatban még az átjáróknak a kitakarítását szoktuk itt 3-4 évente megcsinálni, ezt már általában be szoktam vállalni. Saját egyesületem van, és akkor van több autóm, van 2-3 terepjáró, különböző más típusú autók, berendezések. Ezt csak vízzel lehet áttakarítani. Ezt szivatjuk a hátjánk, hogy itt a béka átjárókat, és akkor magyarul víz kitakarítja a béka átjáróknak a vonulási területüket. A természetvédelmi őrszolgálat munkája nyomán várhatóan jelentősen csökken az utakon elütött békák, gőték és siklók száma, de mindenképpen ajánlotta vizes élőhelyek közelében a körültekintőbb járművezetés. Kilencedik alkalommal 2021-ben is folytatódik az ifjú Kócsagőr program. Az Agrárminisztérium, a 10 Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Fürge Diák Iskola Szövetkezet együttműködésének köszönhetően a jelentkezőkből kiválasztott gyakornokok megismerkedhetnek a természetvédelem elméleti és gyakorlati feladataival. Jelentkezés 18 és 24 év közötti korhatárral elhivatott természetvédők számára. A programban való részvétel önkéntes munkát jelent, mely a tapasztalatszerzést célozza meg, jövedelemszerzési lehetőséggel nem jár. A program résztvevőitől szakmai elhivatottság, önállóság, kreativitás, jó kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt elvárható. Szükséges még átlagon felüli kitartás, megfelelő állóképesség. Előny, de nem feltétel, szaktanári ajánlás, dokumentált szakmai múlt, elismerések, versenyeredmények, természetvédelmi egyesület munkájában való aktív és igazolható részvétel.
Jelentkezési határidő 2021. április 22. A jelentkezés során három helyszínt, Nemzeti Park igazgatóságot is meg lehet jelölni. A jelentkezést az ifjukocsagar@fürgediak.hu e-mail címre kell küldeni, de a jelentkezési űrlap kitöltése kötelező. A jelentkezés nem jelent automatikus felvételt az ifjú kócsagőr programba, a gyakornokok kiválasztása több körben történik. A programban maximum 50 gyakornok elhelyezését vállalják a szervezők a természetvédelmi őrök mellé. A jelentkezések feldolgozása után 2021. május 16-áig e-mailben értesíti a jelentkezőket a Fürge Diák Iskola Szövetkezet. Visszajelzést azok is kapnak, akik nem jutnak be az első fordulóban. Május végén történik meg az ifjú kócsagőr és természetvédelmi őrpárosok kialakítása a Nemzeti Park igazgatóságoknál. Az ifjú kócsagőr program nyáron két héten át intenzív természetvédelmi terepgyakorlattal folytatódik a kiválasztott Nemzeti Parkban. A jelölt kreatívan részt vesz a természetvédelmi őri feladatokban, és betekinthet a természetvédelmi rendészet mindennapjaiba. A kéthetes nyári gyakorlatot nemzeti parki területi döntők zárják majd augusztus 21 és 31 között. A területi döntőkbe a nemzeti parkok legjobbjait választják ki, és ők lesznek azok, akik az országos döntőben mérik majd összetudásukat. A terepgyakorlatról a résztvevő ifjú kócsagőröknek őri naplót kell készíteni, amelyben az élményeikről, tapasztalataikról és a két hét során szerzett tudásukról is be kell számolniuk. Az országos döntő időpontja 2021. szeptember 22-24, a döntőhelyszíne a Duna-Dráva Nemzeti Park lesz. A védett természeti területeken megrendezésre kerülő döntő eseményén szállás és étkezés minden résztvevő számára biztosított. Az eredményhirdetésre az országos döntő harmadik napján kerül sor. A győztes szakmai díjjal és egy különleges utazással is jutalmazzák a szervezők a csehországi Podilji Nemzeti Parkban. További információk és jelentkezés az itt látható címen. A sokak által ismert méztermelő és virágokat beporzó házi méhek mellett jelentős számban vannak mézet nem készítő vadméhek és darazsak. Ezek viszont pótolhatatlanok a virágok és haszonnövények beporzásánál, és jelentős hasznot is hajtanak. A vadméhek sokaságának életmódja jelentősen különbözik a kaptárokban élő házi méhekétől, és kevésbé veszélyesek, mint háziasított rokonaik. A színpompás virágos kertek kialakításához nagy segítséget nyújtanak a vadméhek, különösen akkor, ha kedvező körülményeket alakítanak ki számukra. Sajnos a vadméhek fennmaradását több körülmény is veszélyezteti, elsősorban a vegyszerek. A kiskert tulajdonosok viszont néhány összefogott nátszál vagy üregesre kifúrt fatönk segítségével jelentősen segíthetik a vadméhek megtelepedését és szaporodását. Ennek eredményeként sokszínű és nagyszámú kerti virágaik lesznek.